Köszöntöm nézőinket, és üdvözlöm a stúdióban vendégemet, dr. Jász Perényi József egyetemi tanárt, a Szentendrei Aranykor Központ vezetőjét üdvözöllek. Én is sokszor üdvözöllek, és a hallgatókat, nézőket is. Nyár közepén beszélgettünk túl egy nehéz helyzeten, most is túl vagyunk ezen, és nem tudjuk, hogy mit hoz a jövő, de arra kérlek, hogy a jelen állás szerint mondd nekünk, hogy hogyan indul az Aranykor Központ következő, előző fél éve. Igen, hát tulajdonképpen ez, a, ez az előző fél évnek a folytatása. Ugye mi itt Szentendrén hosszú-hosszú-hosszú évek óta képezzük az 50 felettieket, kifejezetten 50 felettieket, és hát természetes, hogy tavasszal ezt a korosztályt érte leginkább az intézkedéseknek az összes súlya, hiszen akkor az a vírus változat volt, amelyik ugye ezt a korosztályt fenyegette elsősorban. Úgyhogy félbehagytuk a, dolgokat, szerencsére a tanfolyamok nem indultak el, egy-két ilyen mozgás tanfolyam volt, de azok alkalmi látogatásúak, úgyhogy ez nem volt olyan vészes, illetve tartottunk plenáris előadásokat amely a sorozat megállt. Most viszont egyelőre azon a, az állásponton vagyunk, hogy a tanfolyamainkat folytatjuk, tehát azokat meghirdettük, hiszen azok kisebb létszámúak, és ezekben tudjuk biztosítani az összes vírusvédelmi körülményt. Előadássorozatot egyelőre még az önkormányzat épületében nem tervezünk, mert ugye azon azért volt olyan előadás, ahol 40-50, sőt, volt olyan 80 ember is összejött, tehát ezt nem merjük még megkockáztatni, és azt hiszem, hogy ebben kellőképpen Gondosan is járunk el. Mindig van olyan korosztály, hogy ezt így a beszélgetések alkalmával elmondjuk, aki beleérik ebbe a korba, az 50 pluszos korosztályba, mit tanácsolsz, hogy ki az, aki részt vehet ezeken a, a tanfolyamokon, most ugye az előadásokról akkor nem beszélünk. Igen, igen, igen. Ugye ezek a tanfolyamok, ezek szeptember 14-i héttel fognak kezdődni, és gyakorlatilag minden napra jut valamilyen, valamilyen képzés. A, a szellemi képzések azok 7 alkalomból állnak, a fizikai képzések 10 alkalomból, és igazán nem mondható az sem, hogy túl drágák lennének, mert egy 10 ezer forintos tanfolyami díj az nagyon alacsony ezekben a témákban bárhol, bár az országban nézve. Tehát gyakorlatilag mindenkinek ajánlom, aki 50 feletti, de nyilvánvalóan speciálisan azoknak, akiknek például még a, a munkahelyük szempontjából kellhet a nyelvtudás, vagy azoknak, akik mondjuk a, az informatikában kicsit mélyebben szeretnének szeretnének belemélyedni, mert hogy ugye a Rákóczi gimnáziummal továbbra is tart a rendkívül jó együttműködésünk. Most már egyébként egy személyes mondatot is hadd mondjak, ugye a két legkisebb gyerekem is a Rákócziba jár, úgyhogy teljesen teljes a, teljes a szimbiózis, és hát ugye ott rendszeresen tartunk kezdő meg haladó számítástechnikai tanfolyamokat, úgyhogy akit ez érdekel, erre tud jönni. Van egyensúly tréningünk, van senior röm, táncunk, tehát azt gondolom, hogy elég szép a, szép a paletta, amivel, amit kínálunk. Sokkal több tanfolyami ötletünk is volt, és sokkal többet is, is hirdettünk volna, azonban a koronavírus miatt a legfontosabbakra korlátozódunk egyelőre, és ha, ha nagyon optimista vagyok, akkor azt mondom, hogy tavasszal már már jobb lesz a helyzet. Ha, ha, kevésbé optimista, akkor azt mondom, hogy 21 őszére fog ez már úgy rendeződni, hogy újra nagy palettával, 20-25 tanfolyammal is akár tudunk majd jelentkezni. És csak azért kérdeztem, hogy valami iskolai előképzettség, tehát hogy csak egyetemet végzettek, vagy bárki jelentkezhet ezekre a tanfolyamokra? Gyakorlatilag bárki jelentkezhet ezekre. Volt is olyan hallgatónk az évek során, nem túl sok, mert itt Szentendrén azért alapvetően nagyon iskolázott emberek élnek, de volt egy egy-kettő, akinél nem volt még érettségi sem. A többség az azonban érettségizett, illetve főiskolai vagy egyetemi diplomával rendelkező ember, viszont nem olyan bonyolultak ezek a képzések, nem olyan nehezek, hogy akár bárki ne tudna ezekre, ezekre beiratkozni, és én ezt mindenkinek ajánlom is, mert az egyetemi tanárnak is, aki 50 feletti szüksége lehet esetleg egy kisebb-nagyobb hézakpótlásokra, akár nyelven, akár informatikában, akár egyszerűen a fizikai mozgás szintjén, más, a, más együtt mozogni másokkal, és más egyedül egy torna programot megvalósítani, és természetesen minden, minden más társadalmi csoportnak. Itt ez külön egy feladat, hogy az 50 feletti, a 60 feletti, a 80 feletti hogyan tud integrálódni, de mi ezt jól megoldjuk, mert a tanáraink túlnyomó, elsöprő többsége az tanult idős képzést. Ugye nálunk a Milton Friedman Egyetemen van egy ilyen szak, hogy andragógia, egyetemi szak, és az, abban van egy idős képző szakirány, és nagyon sokan ezek közül ezt végezték el. Egyébként nehéz visszaülni az iskolapadba, ha úgy tetszik, hiszen tanfolyamról beszélünk, aranykor központ a név, tehát hogy nem iskola, de hogy, hogy mennyire szánja rá magát az ember, hogy igen, felvállalom, visszaülök, tanulok. Igen, át kell lépni, léptetnünk velük ezeket az akadályokat, és ez már a, a, nem a tanfolyam első alkalmával, hanem már az első kommunikációval megtörténik, amikor először mondják, hogy így tanár úr, én szívesen jönnék, és... 20 éve nem tanultam. Tehát már akkor úgy ki kell, ki kell alakítani a kommunikációt, hogy megértsék, hogy, hogy ez nagyon fontos. És el kell mondjam, hogy mi ugye országosan, amíg, amíg nem volt járvány, eddig 63 helyszínen több mint 5000 szenior tanítottunk, most is azért egy olyan 10-15 hely abszolút állva maradt, és várják. Hát itt az embereknek a mindennapi mentálhigiénés programjukba beleépült az, hogy tanulnak. Ugye 17-én csütörtökön kezdjük az egyetemen a nagy plenáris előadást, ott is szeretettel várunk minden hát elképesztő az érdeklődés. Nem is gondoltam volna, hogy, hogy a legtöbb ember azt mondja, hogy ő felveszi a maszkot, megtartja a távolságot, tisztítja a kezét, de eljön, mert annyira unja már otthon, hogy az elmondhatatlan. Egyébként mi a tapasztalat, hogy ugye 63 helyszín, igen. és rengeteg ember, aki, aki a tanulásban újra megtalálja önmagát, de a vírus okozott esetleg mentálisan problémát? Tehát voltak megkeresések, hogy lelkileg kértek segítséget? Igen, részint egy-két telefon is volt ezzel kapcsolatban a régi hallgatóinktól, részint pedig kifejezetten számos helyszín, ugye tőlem kért videókat. Ugye én most itt a koronavírus alatt egy percet szinte nem pihentem, mert megnyitottam egy videócsatornát, és arra a videócsatornára gyakorlatilag minden nap két-három videót felteszek különböző témákban, de nagyon sok ilyen lelki, gerontopszichológiai, gerontopszichiátriai videó is felkerül, annak ellenére, hogy én nem vagyok speciálisan idősekkel foglalkozó pszichológus, vagy pszichiáter, én ugye gerontológiai kutató vagyok. Ennek ellenére is nagyon sok helyszín kért tőlem is ilyen videót, tehát hogy a időskori depresszióval kapcsolatban mit lehet tenni. Az Alzheimer kór vajon aktivizálódik-e jobban, kevésbé aktivizálódik ebben az idő, idő, időszakban. Tehát nagyon nagy az igény, és nagyon egyedül vannak az idősek. Tehát én ezúton is kérek mindenkit, aki ebben tud segíteni, akár civil szervezetek, akár az önkormányzat megteszi egyébként itt szentendőn is azt, amit kell, de mindenki legyen továbbra is a vártán, hiszen most már ugye a második hullámban vagyunk benne, és hát ugyanúgy az idősek, idősek félnek, annak ellenére félnek, hogy azt azért nagyon fontos hangsúlyozni, hogy mi is azért indítjuk el ezeket a képzéseket most ősszel, mert most nem feltétlenül az idős korosztály, a célcsoportja ennek a vírusnak. Tehát most úgy tűnik, hogy a 30-asok, 40-esek azok, akiket jobban elér ez a dolog, és őket kevésbé, mert ők most már megtanultak magukra vigyázni. Tehát ennek el, ezért döntöttünk úgy, hogy ezt folytatjuk, és remélem, hogy az elkövetkezendő másfél évben nem is lesz olyan országos döntés, ami ezt megállítja. Igen, ez azért is ö, fontos, amit mondasz, hiszen ö, be voltak zárva nagyon. Kevesebb volt a kommunikáció, és azért 70-80 év ö, fölött, hogyha nincs kommunikáció, akkor ott a, 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 az agy is jobban leépül, ha, ha nem, Pontosan nem tud így kommunikálni. Igen, és ezért is van ez a vágy, hogy jöjjenek már. Én ugye nagyon aggódtam március-áprilisban, hogy, hogy Szentendreiek sokan le fogják mondani a képzéseket. Mondanám azt is, ha több lenne, de ez az igazság, amit mondok. Egy ember akadt összesen, aki azt mondta, hogy, hogy majd visszakéri a pénzt, ha majd elkezdjük a, a, képzéseket. Nagyon sokan voltak, akik azt, mondják, hogy azt mondták, hogy őszre és semmi, semmi egyéb kérésük nincsen. És nagyon sokan nem is jelentkeztek, hanem amikor megértem össze, hogy folytatjuk a tanfolyamot, akkor írtek, persze tanár úr, jövünk, nincsen semmi gond. És emellett, ugye, amit az előbb említettünk, amellett a másik veszély az, hogy a, az internet felé fordulnak, túlságosan is belemélyednek, Igen. és esetleg függővé válhatnak. Igen. Ez nem csak a fiatalok problémája. Ez pontosan így van, mert most már a, az internetes világ annyira, annyira differenciált, annyira, annyira sok felől lehet behúzni az embert ebbe, a, ebbe az örvénybe, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok internetfüggő van az időskorban is, és az időskori internetfüggőség kapcsán elmondható, hogy legalább olyan súlyos tud lenni, mint a konzolnyomkodó gyerekek, vagy a, vagy a középkorúak. Ugye én nekem is a, a két hétes nyári szünetben nagyon nehéz dolgom volt megküzdeni minden nap a, a konzolok, konzolok és a okostelefonok ellen, és minden nap az embernek ügyesnek és kreatívnak kell lennie, hogy a gyerekeit hogyan tudja minél hosszabb időre letolni ezekről a gépekről. És akkor nem csak a gyerekeket, hanem így más bármelyik korosztályos így. Pontosan. Esetleg a, az internetes tanfolyamon, a számítógépes tanfolyamon erre is kaphatnak segítséget az érintettek, hogy hogyan lehet okosan használni az okos eszközöket. Persze, ugye az a tanár, aki korábban nagyon hosszú ideig tanította Léva István, ő, ő, ő neki már most erre a képzésre nincs ideje, felváltottuk egy egyetemi tanárral, az idős Csabával, aki egy nagyon érzékeny és okos ember. Tehát ő biztos, hogy ezek ezekre a kérdésekre is fog majd válaszolni, és természetesen, ha igény van, akkor tavasztól, akár a függőségekről lehet egy külön-különös sorozatot tartani. Én különben nagyon-nagyon-nagyon sok előadást tartottam a hosszú-hosszú a évek óta, tehát a szentendrei idősek ezt jól tudják, a, a, akár a nyugdíjas klubokban, akár pedig magában az aranykor központban. Itt ugye azt azért el kell mondjam, hogy hogy az önkormányzat ebben a, ebben a képzésben nagyon komolyan segít minket, tehát odatta szó nélkül a, a kish az előadásokra, továbbra is biztosítják azt, a, azt az irodát, ami van, és hát az, hogy annak idején mi egy nagy terem komplexumban voltunk, s most már nem abban vagyunk, az nem a mostani vezetésnek az oka. Tehát alapvetően azt kell mondjam, hogy maximálisan támogatják, és én nagyon remélem, hogy, hogy ez a kapcsolat is továbbra is fennáll majd. Ha már kapcsolat, akkor aki szeretne ugyanan bekapcsolódni ebbe a képzési folyamatba, hol van a központ, hol teheti ezt meg? Igen, hát a, ugye az Aranykor központ az a Dunakorzó 25-ben van, ott van egy kis irodánk ugye a földszinten, abban vannak a, a, padok is, tehát oda lehet jönni órákra. Itt ugye ezeket a tanfolyamoktól senki ne meg, mert, mert várhatóan nem lesz olyan tanfolyamunk, ami 10-12 főnél nagyobb lesz. Tehát ott abban az irodában bőven távolságtartással le tudnak majd ülni az emberek, de van egy ilyen gentleman agreementünk a DMH-val, hogyha nagyobb lesz a létszám, akkor megpróbálunk oda, oda átmenni a kurzusokkal. A mozgáskurzusok azok a DMH-ban vannak eleve, tehát a, a három mozgáskurzusunk. Ezen kívül van még számítástechnikai tanfolyamunk a Rákócziban, úgyhogy egy kicsit elszórva vagyunk a városban, de ez legyen a legnagyobb baj, mert, mert a helynek a funkciója szerint vannak a képzések, és ott ezeken jó helyeken vagyunk. Aki nem ö, csak Szentendrére szeretne jönni, hanem a Milton Friedman Egyetemre is, ahogy ö, említetted, ott milyen jellegű képzések vannak, mennyire van átfedés? Ö nem nagyon van átfedés, mert a személyek is nagyon mások, meg a programok is mások, esetleg a címekben lehet átfedés, hogy itt is van angol, meg ott is van angol. Viszont hát a Milton Friedman Egyetem ugye az központja ennek a szenior képzésnek, ahol magam is dolgozom, vezetem ezt, a, ezt az osztályt, amelyik ezt a senior képzést szervezi. Hát mi ott 63 tanfolyamot hirdettünk meg, és ott sem túl nagy egyébként a, a visszakérés, ott ugye 150 körüli volt a jelentkezők létszáma tavasszal, és talán vagy nyolc ember jelezte, hogy neki nem jók, nem jók ezek az alkalmak, most meg kicsit aggódik a vírustól. Tehát ott is várhatóan a 63-ból legalább 60 el fog indulni. Hát ott aztán már minden van, csikung, joga, szemtorna, én is tartok filozófia történetet, időskori pszichológiai problémákról, kurzus, tehát ott, aki érdeklődik, az is megteheti, hogy felmegy a Milton Friedman Egyetem honlapjára, ugye az unimilton.hu-ra, és ott rákattint a generációk egyetemére, és ott látszik az elő a is, meg a, a tanfolyamoknak a sora is. Azért kérdezem csak, mivel közel van Szentendrhez, tehát, hogy aki szeretne egy kicsit bővebben több tanfolyamra beiratkozni, akkor azt itt is. Így van, megteheti. hát ugye a, a, a Szentendréhez legközelebbi egyetemről van szó, és örömmel mondom, hogy minden évben nagyon sok szentendrei hallgatónk van, tehát ezt tudják is, a, a szentendreiek mind a, a, a gimnáziumból kijöve, mint pedig az időskorosztályban egyaránt. Aki szeretne a Szentendrei programokról érdeklődni, tanfolyamokról érdeklődni, az Aranykor Központ fizikális helyszínén túl hol teheti ezt meg? Hát elsősorban a virtualitásban, mert ugye most itt a vírus helyzetre való tekintettel az órák idején vagyunk nyitva gyakorlatilag. Ugye a korközpont.szentendre.hu oldalon, ugye ez egy nagyon régi hollapunk, nagyon régi oldalunk, és jól működik, Sokan, sok kérdés kapunk rá, stb. stb. Van egy e-mail címünk a korközpont.kukac.gmail.com, és ha valaki ezt a kettőt használja, akkor napra készen tudunk tájékoztatást adni. 14-i héttel indulnak a tanfolyamok, tehát van egy pici idő még, és általában aki az első héten jelentkezik, még azt is elfogadjuk jelentkezésnek. Hát most mindannyian imádkozunk és reménykedünk el, elsősorban azért, hogy hogy a fertőzöttek száma ne növekedjen túlságosan, de természetesen az is benne van ezekben az imákban, hogy végig tudjon menni a fél év, amit már tavasszal ugye elkezdtünk. Egészséges fél évet kívánok. Nagyon hátek. köszönöm, és hát ugyanúgy a televíziónak is, mert a televíziónak is a home office a legrosszabb. Igen, reméljük, hogy ezt el tudjuk kerülni mi is. Köszönöm, hogy befáradtál hozzánk a stúdióba. Beszélgessünk így legközelebb is. Vendégem volt a doktor Jászberényi József egyetemi tanár, a Szentendrei Aranykor Központ vezetője. Nézőinknek köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!